Hozzávettem a nagy motorhoz, a kicsinek a nagy jó holó erejét is elvettem már. Itt téli hónapjainkban unatkoztunk mi is egy kicsit, úgyhogy ezzel szórakoztattuk magunkat, hogy kerestünk haszontalannak tűnő, meg nevetséges termékeket, és abból egyet megrendeltünk, ami nem volt olyan drága, hogy megnézzük, hogy tényleg olyan nevetséges-e, mint a képeken. Ugyan mondhatjuk, hogy nevetségesnek tűnik, de azért ígéretes is ez a projekt, ugyanis azt ígéri, hogy teljesen meg fog védeni széltől, hótól, víztől. Ez a Na, bocsánat, gyakorlatilag így, tetőtől tart. Valami másik zacskóban is még volt feketébe, de azt nem láttuk. Mindezt, és szerintem talán ezt érdemes most elmondani. 30 eurókért. Kaptunk egy macit hozzá. Ez valami extra. 10 000 forint. Ez eddig nem volt benne. Today's the day the teddy bears have appeared. Azért látjuk, hogy teljesen máshogy néz ki, mint a képeken. Igen, és úgy méretileg is hát inkább, nem tudom, nekem a Némó nyomában a Pizsi jut eszembe. Gyerekeknek. A Pizsi jut eszembe, aki így... Na gyere, próbáljuk meg fölrakni. Hát ezt hogy? Azt hiszi, hogy ez remek tréfa, hát nem az! Ez itt egy hüvelykúj. Hüvelykúj rendel, hüvelykúj jön. És fölötte két lyuk van, tehát ez gyakorlatilag ez a fékkarnak. Ezek a gázkanat a lyuka. Hát ez na itt fog, azt hiszem ez a projekt egy kicsit megdőlni, de rámegy, jó, rámegy. Húzad, ez az. Igen. Ez nagyon félő, hogy, elég sokat fogok kötni majd. Hát ezt gondolom, hogy majd kötni. De ez nagyon jó, ez az izé, várja, index. Hogy erre próbálom demonstrálni, várjál, beteszem, itt is van a hüvelykujjam, és szépen gyakorlatilag indítógomb, nagyon jó. Kérjük meghajlítani, behúzni a féket, köszönöm. Rá is ment, ez már itt cuppant, gyakorlatilag elmondható. És akkor ennek is itt van. Nem tudom, olyan kicsit veszélyesnek tűnik így a fék, meg a izék közé. Igen, mert egyáltalán nem biztos, hogy így nem húzódik állandóan a fék. Illetve nekem akkor ellent kell tartani vezetés közben. Van ilyen belül ilyen macizser. Van egy pouch, ahogy mondja az angol, tehát gyakorlatilag ez rugós, ez mondjuk ez nagyon jó, hogy rugós, mert... Ezt nem vinném, hogy a nyakadba kell. De ezt a nyakadba kell. Persze. No. Nem, nekem és hogyha leszállsz, akkor hogy néz ki? Hogy mit csinál? Mi történik? Hát akkor nagyon egyszerű, mert akkor ugye itt, ahogy mondani szokás, átadom a stafétalót, tehát ez egyébként tényleg nem praktikus. Tehát így a kiszállás, ez teljesen kultúrát. Egy meleg belsőből kilépek, ezt így még... Ott az én is kipróbálom. Lesz. Így, ezt látja a sofőr így. Így. Egyébként tök jó. Nem rossz, ez lehetne nagyobb. Tehát ez mindenképpen ez úgy érzem, hogy nagyobb, meg mondjuk nézd meg, itt azért egy ilyen esély, azért mondom, hogy azért, mert ez ilyen, egy 165 centis emberekre van. Most az még egy másik dolog, hogy azért menet közben hogy fúj be oda a szél, meg hogy tényleg valójában mennyire meleg. Ezt majd most kipróbálod, nem veszük ki be, nem? Persze. Most menet persze. Közben itt tesztek. Abszolút. Viccnek megéri. Tehát viccnek megéri, de... Ha valakinek nagyon nincsen 30 ezre... Vagy nagyon nincs humorérzéke. És azt mondja, hogy hát... Hogy ez nem vicces. We've ever finished each other's sentences.